Sziasztok! Itt állok ebben a fehér szobában, fehér ruhában, és itt van előttem egy fehér fejhallgató, amiről vagy tetszik, vagy nem tetszik, ki kell jelentenünk feketén-fehéren, hogy alaposan megszorongathatja a prémium kategóriát. Ez eddig az első olyan termék az utazós aktív zajzáras fülesek között, ami őszinte elismerést váltott ki belőlünk, figyelembe véve azt, hogy mit kaptunk a 60 ezer forintos összegért cserébe. Ez lenne a JBL Live 650 BTNC, és elmondjuk róla röviden, tömören, hogy miért érdemes és kinek érdemes megfontolni. Az első és legfontosabb egy utazós fülesnél a komfort. Bárki bármit mond, ez a legfontosabb, mert hogyha útközben nem tudunk kikapcsolódni, filmet nézni, zenét hallgatni, nem tudunk csak kibámulni a vonat ablakán és nézni a tájat, ahogy elsuhan, hanem azon jár az agyunk, hogy mindjárt szétpréseli az a szutyok a fülünket, ami éppen rajtunk van, akkor ott töli meg az egészet. Kell a kényelem, kell a komfort, és adott esetben jár a komfort. Úgyhogy ez megvan. Emellett fontos az egyszerű, nem túl gicses dizájn, nem akarjuk a világ tudomására adni, hogy egy drága cuccal mászkálunk. Oké, itt van egy lónagyságú JBL felirat, mint a legtöbb JBL fejhallgatón, de ezzel együtt egy aránylag szolid, aránylag diszkrét dizájnt kapunk. Úgyhogy a diszkréció is megvan. Ezen kívül a könnyű kezelhetőség és a jó extrák kellnek ahhoz, hogy igazán eladható legyen egy termék, úgyhogy mi sem lenne jobb extra, mint az, hogy kapunk egy jó Bluetooth-t, jó hatókörrel, aktív zajzárat, fejfájdító, vákuumszerű nyomáshatás, nyomásérzet nélkül, és Google Assistant, illetve Amazon Alexa funkciókat. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy hosszú útra viszi magával a fejhallgatót, körülbelül 30 órányi, 25-30 órányi üzemidőre elegendő akkumulátoros üzemidőt kap, ami eddig inkább csak a 100 ezer forint körüli fejhallgatók privilégiuma volt, az 50 ezer körüli fejhallgatók felcsúsztak ilyen 20 óra környékére az elmúlt években, ez a 30 óra ez abszolút tisztességesnek számít a mai viszonylatban. Emellett a fejhallgató hoz tartozik egy applikáció is, amin belül a hangját lehet némiképpen személyre szabni, és itt nem csak mezei EQ-ra kell gondolni, hanem ténylegesen egy kicsit a karakterébe bele lehet nyúlni, hogy bizonyos részleteket hátrébb vagy előrébb hozzon. Úgyhogy az árához képest meglehetősen jól ellátták extra a fejhallgatót, és még nem is mondom el mindent, például multipontos kapcsolódásra is képes, tehát hogyha mondjuk van egy laptopunk és egy okostelefonunk, akkor a kettőt egyszerre itt, illetve egymás után felváltva is lehet használni külön állítgatás meg szinkronizálás nélkül, ami jó pofa. Az aktív szajszűrés is jónak mondható, el lehet olvasni a JBL oldalán a vásárlói visszajelzéseket, vannak olyan, akik például irodába veszik meg, nagyon jó. Tehát tényleg, ha az ember csendben tud dolgozni, akkor onnantól kezdve sokkal produktívabbá válik minden, de ne térjünk el a tárgytól. A lényeg az, hogy jó zajzárat kapunk, és a hang maga is jónak mondható, erről 40 mm-es hangszórók gondoskodnak, nem egy hifi vagy audiofil jellegű hangzást kapunk, egy összességében élvezhető, dinamikus, tisztaságra törekvő hangot kapunk, amit nem tesz tönkre teljesen a Bluetooth, élvezhető marad ez a hang, amennyiben a felhasználónak nincsen extra magas, nagyon zenei elvárásai. Akkor vegyük át még egyszer, ha mit kapunk 60 ezer forintért cserébe. Remek szolgáltatásokat, hangalapú vezérlési lehetőséget, hogyha valaki nyitott az ilyesmire, jó hatókört, vezeték nélküli hatókört, jó akkumulátorüzemidőt, aránylag jó dizájnt, jó komfortot, ami ebben az árkategóriában még nem olyan gyakori, és összecsukható kialakítást, és kellemes hangot, és mi kell még igazából. Lehet, hogy most én vagyok túl elfogult, de nem nagyon jut eszembe olyan dolog, amit hiányolni lehetne még az összképből. A JBL, akik ugyebár a Harman International tulajdonában állnak, brutális összeget tud elkölteni minden évben kutatásfejlesztésre, iszonyatos mennyiségű forgás, cserélődés van a JBL termék kínálatában, és jelenleg ebben a kategóriában meg nem kockáztatni, hogy tulajdonképpen az élen járnak. Reméljük azt, hogy más gyártók is felkapják erre a fejüket, és a kezemben foghatok majd más hasonló árkategóriájú és hasonló tudással rendelkező fejhallgatókat a jövőben, addig is, hogyha valaki nem akar többet költeni 60 ezer forintnál, és mindenképpen vezeték nélküli aktív zajzáros megoldásban gondolkozik, akkor ez volt ez a füles.
Hogyha más gondoltok, szóljatok hozzá, különben meg találkozunk következő videóban. Sziasztok!